Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A frontérzékenyeknek jó hír, hogy a következő pár napban is elkerülnek bennünket az időjárási frontok. A kicsit kevésbé jó viszont az, hogy marad ez a nagyon szürke és borongós idő, hiszen anticiklon alakítja az időjárásunkat. Ebben az időszakban, ebben az évszakban pedig az anticiklon miatt egy úgynevezett hidegpárnás helyzet alakul ki. Ilyenkor megül a ködös és párás levegő itt a Kárpát-medence felett. Így ma is arra számíthatunk, hogy az ország legnagyobb részén napközben is megmaradnak makacsul a ködfoltok, ködszitálás sincs kizárva. Azért itt-ott felszakadozhat a felhőzet, rövid napos időszakoknak örülhetünk, elsősorban a magasabban fekvő területeken, főként a keleti, észak-keleti pontokon. A hőmérséklet többnyire 10 fok alatt marad, és egyébként nagyon nyugodt, csapadékmentes és szélcsendes napunk lesz. És ez igazából a hét hátralévő részét is jellemzi majd, sem a hőmérséklet alakulásában, sem az időjárásban. Járás jellegében nem nagyon lesz változás. Ködre és ködszitálásra számíthatunk a következő napokban is. A hétvégéhez közeledve viszont egy picit megélénkül majd a szél, úgyhogy a hétvégén már kicsivel több napsütésre is számíthatunk, rövid ideig tartó napsütésre, így a hőmérsékleten nem változtat majd ez. A csúcsértékek 5 és 12 fok között alakulnak, a minimumok pedig még többnyire 0 fok felett, kicsivel 0 fok felett. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!